Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem nevében szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a OTDK szelvényen. Most a társadalomtudományi szekcióhoz, amely a ELTE-re jött, és az ELTE-n szervezte meg a hallgatói munkák bemutatását. Néhány adattal szeretném jellemezni a konferenciát. 32 intézményből 278 dolgozatot nyújtottak be a hallgatók, és ebből 223 kerül majd prezentációra. Nagy örömünk, hogy az intézmények közül 4 intézmény határon túli felsőoktatási intézmény. 11 tudományterületen, a szociológiától, politikatudományig, filmtudományig nagyon-nagyon sokszínűek azok a témák, amikből prezentálni fognak a hallgatók, és ezek nagyon erőteljesen reflektálnak a világban, Magyarországon zajló folyamatokra, problémákra. Néhány példát hadd emeljek ki: az uralom és hatalom elméleti kérdései, a szegénység, depriváció, kirekesztettség, magyarországi folyamatai, menekültválság, az EU politikájától, spanyolországi folyamatokon keresztül, a szegedi önkéntesekről szóló esettanulmányig, a nők reprezentációja a médiában, közösségi média szerepe, és folytathatnám a sort. Az ELTE és a tudományos diákköri mozgalom szervesen összefügg. A tudományos kutatás megköveteli a véleménynyilvánítást, megköveteli a kételkedést, megköveteli adott esetben a másként gondolkodást, megköveteli a tekintélyek által kimondottak megkérdőjelezését, nem öncélúan, hanem értelmesen, vitákban, és erre rá kell szoktatni a jövő nemzedékét. A tudományos diákkör erre nagyon jó, a tudomány által elvárt vita, nos, annak helye van az egyetemen, folyamatosan és mindenkor. Az ELTE így gondolkozik, most szembedicsérem azokat, akik ott a másik oldalon ülnek, a krémül. Gratulálok önöknek, és köszönöm, hogy eljöttek.